Üdvözlöm a kedves nézőket, folytatjuk a cicás játékot, méghozzá 4K-ba, ugyebár a felvétel az csak 1440p, ugyanis nincs akkora lehetőségem nagyobb felbontásban bitrátára, hogy megfelelő minőség legyen, de ezt már múlt nap elmondtam, úgyhogy kontrollerrel, green screen kuka, úgyhogy haladjunk is. A játék továbbra is 4K-ban van maxon. Ezt lerakjuk 60-ra, nem tudom miért, nem raktam le múlt nap. Rezgésmódot még nem láttam egyébként. Szóval mindegy. És akkor hát legutóbb itt hagytuk abba, hogy van 24 Shining, 3 madártólunk és 2 cumunk. Igen, be szeretnénk tölteni, csak hogy jó legyen. Na hát ott is vagyunk, nagy nyújtózkodás közepette. Itt hagytuk abba legutóbb a kutya előtt. Jó dolog, hogy innen lódolunk, már ott látunk is egy szépséget, amit fölvehetünk. És ott egy macska. És ez csak egy shiny volt. De jelentem, megvan a 25. És hát akkor ajánlott körbenézelődnünk itt a világban. Működik meg amúgy a macska kamera? Működik. Macska kamera, jó. Szépen itt átkúszunk. És kiukadtunk. Itt. Itt mi van? Cunyókálás. Macska nepper. 1/7. Aludj az összes kényelmes szundikáló helyen. Hát ugye bár oda sütöget a nap, meg árnyékba is van. És hiába nyomok bármit, cseszik ránk. Más gombnyomásra kell föl. Úgyhogy akkor ilyen is van a játékban. Sok kis apróságot össze lehet szedegetni majd, és így jó poén lesz. Az ott egy kaméleon? Oké, akkor próbálunk okosabban. Hoppá, nem összetört. Ó, szegény növény. Az is. Na, this is a chameleon. Szia. Hello. Hozzám beszélsz? Hát ki máshoz? Hát persze. Lát engem? Igen. Megdöbbentő. Még senkivel sem találkoztam, aki átlátott volna a kiváló álcámon. Hát nem tudom, Bástya, az minden, csak nem kiváló álca, ugyanis gyönyörűen nézel ki, hogy látszol. Bár elég lila a szemed, szóval lehet, hogy valamit betéptél. Ez azt jelenti, hogy az erőm fogyatkozik? Hatalom, mágus vagy? Who are you? Sok néven ismernek. A burkolat szenzációja, láthatatlan gyík. A várj, hová mentél? Csoda! Igen. Úgy látom, amúgy a gamer monitoron egy kicsit túlszaturáltabbak a képek. Jó, ez úgy ki is lóg. Csiszoltam az átszázási kézművességemet arra a pontra, hogy tökéletesen be tudjak keverni a környezetembe, vagy is úgy gondoltam. Én például olyan jól tudom átszázni magam, hogy még a szavaimat is el tudom tüntetni. Nézd meg ezt! Ott egy felkiáltó jel volt. Ha? Nem fogjuk tudni be nyerni, hogy mit ír. Látod ezt? Nem láttad? Mert a szavaim teljesen átszázva vannak. Ez nagyon király. Tudom, évekbe telt, mire tökéletes lett. De az átszázás mestere vagy, hogy látlak? Elég, mondja. Talán a szemednek van köze az, hogy olyan furcsa a szemed? Vagy előrefele nézés nem két oldalra, mint neki. Oh, valami történt a szememmel. Furcsa a szemem? Láttad őket?
Nem hiszem, hogy tudom. Csak mondd meg nekem. Most először is az arcod elején vannak, ez furcsa. Tényleg? Hát, macska létér, én még bólogat. És úgy tűnik, egyáltalán nem lógnak ki, a fejedben vannak, és értékes agy helyet foglalnak el. De hogy neki akkor azért van ekkora szeme kint, mert hogy az agya ne legyen útba. Talán a szememet használom gondolkodásra. Legalább egyszer tudod őket különböző irányokba mozgatni? Nem hiszem. Szerintetek aggódnom kellene? Nem tudtam megmondani, bűvész vagyok, nem állatorvos. Azonban, ha önök furcsa alsóbbrendű személy valóban immunisak az eltűnési mutatványomra, akkor végre találkoztam egy méltó ellenféllel, mondja, és nagyon pörög belőle minden. Vagy mi? Meg kell tanulnom, hogyan járjak túl a furcsa személy eszén. Új áruhákat fogok felvenni, új trükköket gyakorlok, az önfejlesztés nemes művészetével foglalkozom. Nem akarom, hogy miattam változtass. Ó, áé, édes cica. Olyan furcsa, olyan kicsi, annyira rossz. Lelettünk rossz cicáló. Nem, ahhoz, hogy helyreállítsam a világ legrejtőzködőbb teremtményének hírnevét, meg kell változnom. De az egyetlen módja annak, hogy legyőzd a furcsa szemeid. Amikor azt mondod, hogy le akarod győzni a szememet, kihívlak, hogy találj meg újra, macska. Itt. Nem, elhagyom ezt a helyet, még bentem a technikám, aztán újra felbukkanok, valahol máshol. Nyilvánvaló, hogy szinte lehetetlen lesz engem felfedezni, így hát meghagyom nektek az általános tájékozódási helyemet jelző nyomot. Van egy hely, ahol a kemény kalapok ragyognak, azon a beton ömlik és az alsók nyafognak, a közelben leszek álcázva, láthatatlan furcsa szemed számára. Te mire gondolsz? Hallottam már valaha a költői engedélyről? Hát nem, macskák vagyunk, hogy hallottunk volna ilyenről. Nos, nekem van egy, és nem félek használni, mondja. Minden esetre sok szerencsét a megtalálásomhoz. És el is tűnt, és akkor feladat megtalálni a kaméleont. És hát ott írja is az izért, kemény kalapok ragyognak, hasonló, mint ami rajtunk van. Plusz betonomlik és ások nyafognak, azaz az építkezésen lesz szerintem. De hát mi okos cicák vagyunk, úgyhogy... Fölvesszük a shine-it. Van 26. És innen oda át tudunk ugrani? Nem. Na, így kell a macskát bebagoltatni. Viszont oda már szembe át tudunk ugrani. Még oda föl, és ott egy fészek. Ez is megvan. És ez is megvan. Na hát még csak az alap ugrabugránk van, de már is nagyon vagányak vagyunk. Ugrabugrálásba kérem szépen, és leugrottunk magunktól. Van egy argument, mi arról szól, regéket, hogy a madarat röptében, azaz el kéne kapni egy madarat röptében. Na, így zúgunk le. És akkor menjünk le az utcára. Waaah, placs! Leestünk, mintha tudnánk, mit csinálunk. Ezt kidobjuk. És akkor szerintem látogassuk meg a... Jump. Lassítva. Szépen. Placs. Meg is van. És ide is tojt. Na, milyen galárd. Összekakírta magát tőlünk. Na hát van már 4 tollunk megint csak. Meg van 25 comónk, úgyhogy vissza kéne rohannunk a varnyúhoz. Becsapódtunk. Annak ott tetszik a kenyér, úgyhogy ez a végét fogja jelenteni, és figyel minket. Wow, ráugrottunk a semmire. Oké. Okay. Es hasra? És itt lesz valahol a varnyú, mondom én. Ott is van egy cumó, az kell nekem. Kérdés, hogy föl tudunk-e mászni itt a kocsira.
Föl, hát. Tudj. Eddig a macskáim járták körbe a kocsiaimat itthon. Most én járom körbe a mások kocsiját macskaként. Ha-ha-ha-ha, édes a bosszú. Csat. 31 van. Erre is fel tudunk ugrani, mert ott van valami sityak. Vagy ide valahogy máshogy kell fölbiklizkedni. Na, ez egy citrom? Nem, ez egy kis kacsa. Na, a ragazda magyar. Ezek mind csillognak? Ez az, erről beszéltem. Hozd el 25 Crofshines. Olyan fényes, olyan szép, annyira fény visszaverő, ki egy szép varjú. Felelősség teljes ártalmatlanítja őket? Igen. Ha úgy hazudik. És ezzel befejezzük az első közös hőstettünket. Megpróbálhatom megszabadulni tőlük? Egyáltalán nem, ezek ősi varjú rituálé. Nos, megkapom a jutalmat? Ami... Ó, igen, a jutalmat! Hol a fenébe láttam azt a halat? Egy pillanat. Várjú vagy egy átverés volt? Hová ment? Nem, visszajött. És azt mondta, tessék, azt ledobott ide nekünk egy halat, amit szaglik valahogy abba az irányba. Kérdés, hogy kinek szaglik? Hűha, egy hal? Ez adhat némi energiát a hegymászáshoz. Nem elég ahhoz, hogy egészen hazaig eljusson, de kezdetnek megteszi. Hol kezdjem a mászást? Ott van. Több halra lesz szükséged ahhoz, hogy egészen a csúcsig eljuss. Van még valami? Most nem, de láttam már őket máshol a városban, csak tartsd nyitva a szemed és megtalálod őket. Köszönöm. Ne aggódj, jó itt vagy a halakhoz. Ó, és tartsd meg a kezedbe a shiny-kat, amiket ott találsz, van egy ötletem. Most elment, viszont kérdés, hogy ez a szaglás, ez mi? Ja, hát együk meg. Nyomkodni kell ezzel a B-t. Pisi, ezt a finom halat adta az energiát, hogy mászni, borostyán, próbáld ki. Azaz most tudunk mászni most már a növényeken. Sokkal jobban érzem magam, Archimment is járt érte snack time. Menjünk, mászunk borostyánt. Mondotta volt leszen, úgyhogy most már ezeken tudunk mászni. És ott fogy a... Tumunk, de már is sokkal nyitottabb lett a világ. Úgyhogy ez előny. Na, te ki vagy? Góz. Az egy kacsa vagy egy liva? Kacsa. Á, üdvözlöm és leszólít. Milyen gonosz? Kíváncsi lennék, hogy tudna-e valami sürgő segítséget nyújtani. Azt hiszem, ez a problémától függ. És átteleportáltunk ide. Mi? Ó, értem, teljesen igaza van. Nem akarok senkit sem megijeszteni, mégis ez eléggé sürgető aggodalom, bár lehet, hogy csak pánikolok. De nincs kétféleképpen. Miről? Ó, nem megmondtam, úgy tűnik elvesztettem a kiskacsáimat. Elveszett? Ez egy madaras vicc? Nem tudom követni. Nem számít, az eltűnt kiskacsák elég komolyan hangzik. Így van, ugye? Mi történt? Hát mentek a tepsibe, nem? Badabum. Nos, mindannyian élveztük a környékből ismeretterjesztő túrát, én tintottam a fiataloknak egy kis helytörténetet, és így tovább. Ismert például azt a robot, szobrott a mögöttünk lévő parban? Robot elvitte a kiskacsákat. Nem is tudtam, hogy ott van egy robotszobor. Ó, feltétlenül meg kell látogatnod. Tudod, a robot eléggé lenyűgöző, nem is a szobor hagyományos értelmében. A legenda szerint a bölcskacsa, aki nem is különbözik tőlem, minden nap meglátogatta ezt a parkot a robot barátjával. Nagyon hűséges robotok. Elragadóak. Akkoriban ez egy tó volt, egy hatalmas vizes dolog, ahol a páros úszott, csobbanva és téblábolva. Tudjátok ilyesmi. A robotok és a víz, mi? Mi? Az a sok pezsgés és fröcsögés egyáltalán nem egyszerű, rozsadra fordok, nedves áramkörök, felrobbanó térdek. A robot nem a kacsa, úgy értem. A robot úszós nap végét értek, szörnyen szomorú dolog, ezért megkérte a kacsát, hogy változtassa meg a programozását. Elég nagy mutatvány, engem kérdeztek, én magam sem. Sosem tudtam a számítógépek világában belátni. A kacsa segített beprogramozni a robotot, hogy várjon a játszóteremre, a kacsa úszik. Nagyszerű ötlet és gyönyörűen ment. De, és erre megrezgett a kontrollerem. Kellett mondani, hogy nem rezgett meg a kar.
Szép napon valószínűleg hasonlóan eredetét gazdat megválva, a kacsát megtámadt egy rádióaktív szörnyeteg. Várj, szörnyeteg? Gekku! Hát erről volt szó, hogy Gekku helyett szörnyetegnek nézett ki. Általában Gekku a mi védelmezőnk, tudod, tüzet lehel, árvákat ment, jótékonysági gálákat rendez. Kedves fickó, eltekintve a tombolásoktól tényleg. Szerintem ez a Godzilla akar lenni amúgy. Tombolások? Ó, igen, az emberek kis papírdokumentumokat írnak, nagyon magával ragadó tényleg. Papírdokumenta a képregényekre gondolsz? Szóval Gekku elrabolja a kacsát, és hoppá, átdobja a csillagkapu, vas, kvá, soha többé nem látjuk. Amit a játszóteren szobornak nézünk, az valójában a hűséges robot, aki türelmesen várja, hogy a barátja visszatérjen az úszásból. Na, így látjuk is a feliratot, szóval. Szóval, amit a játszóteren szobornak nézünk, az valójában a hűséges robot, aki türelmesen várja, hogy a barátja visszatérjen az úszásból. Igen, és nem értem, hogy hogy kapcsolódik ez a kiskacsákhoz, vagy azt mondod, hogy a Gekku arra bort a gyerekére. Ó, nem, ez csak egy nagyszerű történet. Megosztottam a kiskacsákkal, amiért szétváltunk, hogy újabb környékbeli történeteket keresünk a kis előadásunkhoz. Mutasd meg és mondd el, jól hangzik. Mi? Ó, igen, gondoltam. Minden esetre különböző irányokba szaladtak el, mind nagyon izgalmas volt abban a pillanatban, de, és azt hiszem, ez a dolog lényege, nem tűztem ki időpontot vagy helyet, hogy újra összejöjjünk. Aha, szóval elhagyta a kiskacsákat. Nem voltam benne biztos, hogy mit tegyek legjobb megoldás érdekében. Nem igazán vagyok itt praktikus kacsa, tudod, de nem akartam, hogy rohanjunk és lemaradjunk egymásról. Borzasztó volt, amikor ez történt, így hát visszatértem ide és vártam. Nincs szerencséd? Sajnos nem, de te gyakorlatias macskának tűnsz, nagyon találékony, szóval összefoghatnánk. Én itt fogok körködni, igazából élvezem, te pedig felderíted a várost. Az egész várost? Elég nagynak tűnik. Igazad van, biztos van rám ott, hogy leszűkítsük a keresést. Euréka! Na, és a feje fölött megjelent egy cumó. Épp a múlt héten készítettünk egy város térképet, csodálatos dolog a projektünk része, hogy katalogizáljuk a város összes különböző halas hotspotját. A kiskacsák is bejelölték rajta az egyes kedvenc helyéket, ekkora lelkesedést a térképek iránt, és lefogadom, hogy oda is eljutottak. Tessék, vedd el, a tájékozódás képességén borzalmasak, de te pillanatok alatt megtaláld őket. Kaptunk egy mapot. A kiskacsák térképe. Hát a kiskacsák által készített térkép nagyon jó, nyomja meg a felnyilat a térkép megtekintéséhez. Csak hagyja figyelmen kívül a haljelzőket, nem értem, mi érdekelhet egy cicát, kivéve persze, ha ön egy kezdő ichiológus. Ugye sítsa a családot. Vissza kell vinnem az összes kiskacsát az apjukhoz, az új várostérképen be vannak jelölve a kedvenc helyeik. Mi tudunk lapozgatni. És tadá! Na, milyen jó nagy helyet értünk el. Elég jó a map, és ahogy látom, vannak ilyen teleportocskák. Ja, hát 4 kiskacsa van, ahogy látom, meg van 3 hal minimum. Ja, ennyi, megkaptam végre a küldit, mert elindultam. Címszóval felvenni ezt itt, hogy ne a kiskacsával szórakozzak. Jó, hát az elrepült. Egy. Kettő. Itt van ilyen ken. Na, itt egy varnyú. Kitty, úgy nézel ki, mint az a fajta macska, aki szereti a stílusos kiegészítőket. Na hát, látszik, nem? Olyan komoly sítyakunk van. Ez egy csapda, itt ez a trap. Köszönjük, hogy észrevetted, az köszönöm, hogy észrevetted, csak hát az fordító, az nem tud. Á, érdekes feje van, és allergiás a tagránk. Én egy nagyon figyelmes hollóhátas vagyok. Mi vagy te? Ez nem Harry Potter? Te vagy az! Nos, jó volt látni téged. Nem kapcsolódóan hallottál már az új és dicsőséges üzleti vállalkozásomról? Á, úgy hívják, Shine is for Hats. Most már kalapokat árulsz? Egyáltalán nem. De szó szerint Shine is for Hats-nek hívják. Ez az okos rész, nem kalapokat árulok, hanem a kalapokhoz való bejutást árulom. Tudja, a kalapok ezekben a kis
kapszulagépekben élnek, és te egy tehelhetetlen cica nem rendelkezel a gépek használatot szükséges titkos bölcsességgel. Nem vagyok telhetetlen cica. Ne buzdítsuk azt, akit telhetetlennek hívnak, vagy segíthetetlennek, helpless. Nem akar, ha vannak alapok a tétben. Csak én a varjú tudom elvégezni az ősi varjú rituálét, ami egy zseton behelyezésével és egy gomb elforgatásával jár. Nem hangzik olyan nehéznek. És ezzel el is érkeztünk az üzlethez. Az én javaslatom a következő. 5. Shiny lehetővé tesz, hogy egy krón, ez én vagyok, felvegyen egy kalapot. Tehát kalapokat árulsz. Nem. Én egy gigagazdaság keretein belül működő facilitátor vagyok. Ezek a dumák. A Shiny for Hat nevű vállalkozással. Igen. De csak azért, mert a kalapokhoz hozzáférhető varjakhoz való hozzáférés a fogyasztókkal rosszul tesztelték. És hogy ez az üzlet használhassam, fizetek 5 shinyt és kapjak egy kalapot. Nem veszed észre az ötleten finom gazdasági zsenialitását? Én vagyok a kalapos kapuőr! Inkább nem kommentálja a cica. Nézd, ha akarsz kalapot vagy nem. Igen, add ide. Tessék! A szöllőkalap. Nagyon tetszik a megjelenés. Jó, 5-önként ad akkor megint 5. Szeretnék kalapot venni, az ára 5. Add ide. Pengelókalap. Van ebben valami nagyon appelling? Jó. Szóval akkor kellene ilyeneket szerezni, és abból lesz. Az okos. Nem foglalkozik velünk. Milyen csúnya. Ezzel mit lehet kezdeni? El lehet húzni. Miért jó, ha el tudom húzni? Be tudunk mászni. Bejutottunk ide. Na itt is van egy kalap. Parancsolj! Milyen kalapmániások leszünk. Mint egy labda játszik vele. Tessék, teknőc sapka, mert akarok hirtelen gokártozni egy piros overall-os vízvezeték szerelővel. Ó, ne. Mario Kart utalás. Jó van. Hoppá, hát. Nem leesett. Van egy hangja. Mögöttünk bármi, semmi. Találtam egy shiny-t. Yeah. Hány cumot kell leborogatnunk? Gálat, gól, shiny. Újrahasznosítás, madár. Megsimidés, megbotlás. Mindjárt meg lesz. Yeah, 100-at. Ezt nem levertük, ezt becsapódtunk hozzá. Jó, téged itt fel tudlak venni. És hova is viszlek. Valahol láttam itt egy automatát, nem? Vagy itt? Nem. Ott a kutya, ott a régi holló volt. Oké. Madar a tolláról. Plakont kukájáról. Egy másik shiny. Majdnem beledrifteltünk. Nem nyert kis hangszórót. Itt is van egy. Meg itt látok valamit, amin fel lehet mászni. Nicce-micce. Éppen ezeket visszavisszük. Na, örülnek, ha letétre találnád ki magad. Úgy.
ezt már nem kommentálja. Meg lesz a multikja? Amelyik olyan fejet vág, az... Nem nyert. Odakint elég nem szeretem idő van. Hoppá, pofára! Megvan a 20. Nicce. Jó. Erre is fel lehet mászni. Éppen hogy. Leesünk. Semmire nem hajlandó menni. Szia! Jó, akkor lehet, hogy halakat kéne gyűjtögetnünk. Ugyebár itt egy kis kacsa. És oda fel tudunk menni. Úgy. Okos cica. Az már idegesen sétál, pedig nem is csináltunk vele semmit. Ugorjunk rá arra az emberre. Mellé ment. Ez se nyert hangszórót. Oda hogy megyünk fel? Na? Te mit akarsz? Hello, tesztalany! Tisztelt laboráns! Sikerült a Patchwork portálok rendszeresen összekapcsolni. Ez gyorsan ment. Még gyorsabb lett volna, de volt egy kisebb téridő incident, de nincs miért aggódni. Mennyire jelentéktelen? A multiverzumi rendszerében egy teljesen jelentéktelen volt, csak egy icipici vízvezeték robbanás, ami a másik világegyetem jövőjéből esett át ennek a világegyetemnek a közelmúltjába. Várj egy pillanatot, ez azt... Annan a sok víz jött. Kiderült, hogy én használtam lineáris téridőt, amikor a kvadratikus téridő. Nevetséges tényleg. Ki akarod próbálni? Nagyon király, szükségem van egy tesztalany barátra. És az nekem ma... Na, de lefordult, jó. Ez egy drasztikus téridő, most biztonságos, igaz? A tesztalany nem tört be bizalommal. Ezért hibátlanul elfordultam, hogy barátot mondjak. Mindig kockázatosnak hangzik. Á, de a kockázat csak a pessimisták pessimista megfogalmazása az izgalomra. Ezt megasszonta. Minden esetre, ha ez működik, mi fog, akkor használhatod a városba való gyors utazásra. Ja, írjál fő, nem szórakozunk vele, sok a rizsa. Nem mondj még nemet, hallgass meg. De én igent mondtam. Először is vannak... Várj, mi? Igent mondtam. Tényleg? És nézzünk, hogy ez fogyatékos. Hívj kíváncsinak! Hurrá, ez annyira izgalmas, nem fogod megbánni. Megint tollakra van szükséged? Ezúttal nem. De első utad olyan rövid volt, hogy a madarak maradtak maradékok. Ugorj be! Ezúttal működni fog, 100%-ig biztos vagyok benne. Plusz-minusz. És már megyünk is. Pedig nem is ide akartam menni. De hát szépen átjesszelünk máshova. És ott a kutya... Ó, oh, te vagy az visszétel, azt hittem elijesztettelek, amikor felugrottam az ablakon. Elég rég nagyon harcias volt, te vagy az más kutya volt, mert... Na, más volt a nyak. Kába? Hogy be vagyunk szarva? Kutya is jó pofa. Te voltál az, te jó ég, de megijesztettél egy kicsit? Na, ez most megfogalmazta. Bocsánat, bocsánat, csak annyira izgatott vagyok, amikor meglátogatnak. Te kutya vagy, igaz? Csak a legjobb jó kutya, az emberem mondja. A legjobb jó kutya. Örülök, hogy rendesen megismerhettem, nem is tudtam, hogy van hivatalos legjobb kutya cím. Ó, még nyüffön. Ah, lehet, hogy ismersz engem a többi elismerésem alapján a talán a legrosszabb smooth burgonya, vagy a leghosszabb, legboldogabb kis popper. Várja, gazdám azt mondta nekem, hogy én vagyok a legpofásabb smooth tíz.
Szóval akkor most összeveszünk azon, hogy ki a mit. Biztos vagy benne? Persze, emlékszem, mert többször is mondtam, miközben az orrával a hasamat simogatta. Szegény macsa. Ha mindenütt, akkor ennek a dínek több állatos kategóriája lehet. Örülök, hogy találkoztam egy burgonyás társammal. Hasonlóképpen. Mindenesetre jó volt beszélgetni, remélem jó napotok lesz. Ne menj el! Történt valamit, tudsz segíteni? Kicsi krumpli, mi vagyunk a pici krumpli. Miben van szüksége segítségre? Elvezettem a golyóimat. Most ezt higgye mindenki úgy, ahogy gondolja. A macska is csak egyet mondod, hogy he. A teniszlabdáim eltűntek. Gyere át és megmutatom neked. Szóval, oké. Áthívja a kutya a cicát, hogy megmutassa a golyóit. Jó. Ez nem 18 pluszos játék, szóval stop. Inkább nyújtozzunk rá egyet erre. Nagy nyújtás! 1, 2 És amilyen pofát vág hozzá, cuki! Na, ez itt ezerre lás. Vajon meddig tud ásni? Találkozunk 20 perc múlva. Na jó. Nézd, nincsenek golyók! Pöff, fel is borult, kész, káó! Megértem, hogy ez lehet egy buta kérdés, de nem állnak mögötted? Mi? Ó, azok, nem, ezek csak a szokásos kedvenc teniszlabdáim. Az én extra különleges kedvenc favorit a teniszlabdáimról beszélek. Ezek nagyon különbözőek. Mi történt velük? Honos látott tanuki készített nekem egy ajándékot. Ki a krumpli az a tanuki? És hol látjuk, amit készített? Mert nem látunk semmit sehol. Hát találjam ki, valamilyen incidens történt? Na, kezdjünk bele. Annyira király volt, teniszlabdákat lehetett beletenni, és azt dobálta nekem, míg a gazdám dolgozott. Ez nagyon jól hangzik. Tökéletes volt egy ideig, de egy nap elszabadult a pokol, golyók mindenhol, és aztán egy kicsit kigyulladt. A legtöbbiket visszakaptam, de 3 kedvenc favoritesem még mindig hiányzik. És a gép? Eltemettem. De kérlek, nem mondd el tanukinak, nagyon szomorú lenne. Szóval elásta a labda adogató gépet. Nice. És még kérlek, na még 50-szer. Tudnál segíteni meg te a kedvenc golyóimat, a favoriteseket? Nagyon hálás lenni. Persze, de hogy fogom tudni, hogy ezek a kedvenceid? Nem néz ki minden teniszlabda egyformán? Egyáltalán nem, mindegyik finoman különbözik a többitől. Az illat, az íze, az állaga, a személyisége. Szóval vigyázzatok, a teniszlabdáknak személyisége van. Nem biztos, hogy meg tudnám különböztetni a kedvenceket a nem kedvencektől, ha ez lenne a helyzet. Aha, nos, az én kedvenc golyóimnak is élénk szivárvány színű csíkjai vannak. Szóval színes teniszlabdák kellene neki. Ez egy olyan leírés, amivel tudok dolgozni. Hozhatom ide őket, ha megtaláltam őket? Igen, kérlek, csak tedd őket az előttem lévő lyukba, és én majd rendesen őrzöm őket. Persze, Big Potato. Te vagy a legjobb kicsi krumpli. Hozd vissza a kutya labdáit. Akkor nem állsz föl. És akkor itt a térként nem jelzi nekünk, hogy van valami. Na, ott mit látunk? Ó, nem mondott, hogy a legjobb szunyahely, de... Macska nepper 2. És ide behozott a kamera, és itt áll. Ja. Szóval akkor megvan 2. Oda másztunk föl. Á, nem hajlandó felugrani, úgyhogy nekünk még kell akkor hal, mert már ennyit nem tudunk mászni. Ha csak nem csaljuk be.
és ugrunk föl egy kicsit jobban. Na, ott egy toigli. Nem. Ony. Ony. Jaj, hát leesett, és fölnéz a kutya. A rossz irány. Mondom. Ne! Áh! Te oda. És majdnem beleesett a lyukba. Ahogy. Tessék, kutya. Az meg nem tört össze. Ó. Ott is van egy. Hát ez eddig kettő. Ragadós üzlet. Ez is megvan. Ez is megvan. Ott van legalább kettő listi-lasti. Szóval... Ez hülye. Egy. Nagyon örül neki. Kettő. És hol lehet a harmadik? Mondom ki, hogy tojnak a madarak. Mert egy volt ott, egy volt itt. Akkor a harmadik. Kettő megvan. Jaj, de adta magát, hogy ott van. Volt egy érzésem, mert mondom, nagyon érdekesen néz ki az ott. Gól! Megcsináltad, kicsi krumpli. Köszönöm, köszönöm, mondja. Hozd vissza a labdákat, meg lett jutalmul. Itt van egy hivatalos Little Potato jelmez. Tessék, Shiba kalap. Köszönöm, Big Potato. Ez egy hivatalos Little Potato jelmez, barátom Big Potato javából. Jó, és ha van egy ilyenünk, akkor mondjuk a kutyák nem ugatnak meg. Nem, hagyjál békén, fogyatékos vagy. És vannak itt még egyéb érdekességek. Nem itt kezdtünk, de itt kezdtünk. Ott hát. Itt van a papucs. Nem tudom, hogy a papucsa, amire megyünk. Na nézzük, tök messze vagyunk attól, hogy meglegyen ez a... Zél. Az vajon mi? Nem tudom, menjünk ki. Úgy kiukadunk oda. Igen. Fölmászunk szépen. Paf! Egy. Velünk nem szórakozik az ilyen. Ahogy szét is robbantottuk, ilyen vagányok vagyunk. És akkor ennek a túloldalán kell lennie, ami kell nekünk. Úgy. Wapacs. Így ide föl. Ennek a túloldalán van valami. Oda hogy jutunk át? A vizen. Már ugyebár itt volt a dominózus macska fürdikef eset. Ezt elegánsan kikerültük. Meg ezt is, és akkor ennyiért csak itt a házunkat jelöli, hogy itt a ház. Aha. Oda kell majd följutnunk abba az irányba. De annak mi van a nyakán? Annál van egy shiny.
hogy elrepülsz. Na jó, mindegy, ott egy Shiba Inu. Fogjuk egy kalapot, hol a kis potétó? Itt a kis potétó. Fölvesszük. Akkor így bánt. Csá! Nyávagó kutya, látod, hogy megérte az idegen nyelveket megtanulni, kutya? Jó. Akkor mindegyiknek lesz valami szerepe, ha úgy van. Ebben meghalunk? Nem. Jó. Na, add ide. Ez milyen kalap lesz? Pillangó kalap. Ma lebegj úgy, mint egy pillangó, szundikálj, mint egy cica. És miért jó nekem, hogy ide föl tudunk mászni? Ott egy fészek. Pef. Ráestünk az emberre, akik nem nagyon hatotta ez meg. Jó. Oké. Az elmacskásodtunk. Röptébe akartam felugrani, de... Nem mondod, hogy nem vagyunk rá képesek. Na. Én oda fel akarok ugrani. De miért nem ugrasz fel oda? Ahogy. Akkos cica. Ez a fészek a volt, nincs üzemmódé. És menjünk béde. Hogy? Mit találtunk? Egy újabb csityakot. Onigiri kalap. Kawaii. Egyszerűen iririce stable vagyok. What? Nekem ezzel kimaradt. Hát ez semmi. Ez is semmi más. Semmi. És nem tükröződünk. A cica egy vámpír. És remélem ki tudunk jönni innen. Ezeket miért lehet fölvenni? Ó, ez egy szupermarket. Oké. Oda kell raknunk a fénymásolóra? Vagy mi? Ott egy madár. Kiskacsa! Szóval itt van az egyik kiskacsa. Na, beszéljünk vele. Nézd rám, egyedül nekem van egy tavacskám. Biztos, hogy ez egy tó? Én egy kacsa vagyok, tudunk a tavakról. Elnézést kérek. Azt hiszem, itt az ideje, hogy kijussunk a tóból. Apát küldött, hogy elhozzalak a bemutatóra. De még mindig van víz, amiben játszhatunk. Hogy bírod ezt elviselni? Víz? Olyan hideg és nedves. Fojj! Várj, ez azt jelenti, hogy addig nem tudsz begyűjteni, amíg ki nem jövök a vízből. Já! Tóid örökre! Tudtattam volna, hogy ez lesz. Biztos van rám ott, hogy ezt egy kicsit úgy húzzuk ki a vízből, hogy ne ázzon el. De legalább megvan. Na most valahogy ki kéne a kiskacsánál találni, hogy a bánatba lehet ezt onnan kiszedni. Van ott mellett egy felmosó rongy. Bebaszba beugrani. Aha, beilleszkedem, leülök. Jön erre. Aha, és ez itt fúj egy ilyen szélcsatornán. És szomorúan nyávogunk-e. Kijövünk.
nem nyert, viszont... Aha, elfúj. Ha elhozzuk. A játék is ezt akarja. Sőt, a kiskacsát elfújjuk vele a francba. Megfagyasztjuk. Ugyebár az errefele van a legszélén. De egy jó megoldás volt Kitty, asszony, és elrohan. Köszönöm, remélem nem túlságosan csalódott, hogy újra a szárazföldön vagy. Nem, kezdtem egy kicsit fáradt lenni, és egy kicsit éhes is. Talán napon majd hozz rágcsálni való. Megkérdezett tőle a show and tell-en. Elfelejtettem a show and tell-et, ez lesz a tökéletes hely, hogy mindenkinek elmesélem az úszást, amit csináltam. Gyerünk, Kitty. Jó. Szétbagoltuk magunkat, és a kiskacsa tud repülni amúgy. Jó, cuki. Zabáljuk meg ezt a halat. Igen, már borostyánon próbál ki. Kettőn. Menjünk, mászunk borostyán. Engem nem most kirakott. De megvan a kiskacsa, hogy nézel ki egyben. Ott most vissza kéne fürdikelni apádhoz? Nice, és hol van az apád? Itt? Itt meg a mi házunk van. Na jó. Így. Kiskacsa előtt elkapunk egy madarat. És járt érte egy toll? Meg vannak itt ilyen shiny-k? Meg itt is. De nem tudunk mászni viszont. Ja. A toll nagyon annak tűnik. Nem nyitják ki? Nem nyitják ki. Ott is van még shiny. Elé vagyunk shiny-kkal. Oké. Nem nyert. Csörög a telefon? Hova száll le? Ne a vízre. Gyerünk, 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 el kell azt kapni. Árnyékból támadunk. Ahogy. Van nála csillogó? Meghozzá egy gyűrű? Macska-szerű reflexek. Nicece. Minden is a miénk. Szerintem meg lett a 20 madár. És ezzel valamit majd kezdeni kell. Kiskacsát hagy békén. Nem mondod, hogy kiskacsákat kell neki ide belerakni. Én. Kamera néha nincs a helyzet magaslatán. Na, mi vagyunk ott. Hol van a pátok? Gondolom itt balra.
Ott is van fönt cumeble, az nekem kell. Ez szép volt, macska. Nem hajlandó? Nem mondod, hogy téged majd csak akkor érlek el, ha olyan hosszat tudok ugrani. Lol. Nem tudjuk meg a dupla ugrást. Na nem baj. Blokkolva van. A túlarra lehet akkor valahogy fel kéne nyitni. Itt be tudunk menni, de van értelme? Nem, az is blokkolva van. Túloldalról tudjuk unblokkolni. Kerítésen nem tudunk felmenni? Nem, bambáskodik a macska. Igen, az blokkolva van bizony, bizony. Jó, kutya. Igen, házi asszony. Itt bemegyünk. Itt nincs semmi, ami miért bejöttünk. Ott egy labda egyébként. És itt egy gól. Hoppá, hoppá. És oda meg onnan kell. Jó, vigyük vissza a lapjához a kis fogyatékkal élőt. Sőt, adjál nekem még ilyen üzét. Igen. Körtek alap. Na, akkor elköltjük az összes maninkat. Még kettőt tudunk venni. Dinnyek alap. A kész gyümölcsös veteményesünk lesz. Teljesen kifogyottak alapokból. Hoppá, hát itt már nem tudunk más venni, ahol ki is van pipálva, hogy négy. Szóval próbálják inkább a többi gép egyikét. Aha! Akkor nincs az, hogy egy helyet lootolunk a végtelenségig, hanem van. Jó, ezt innen eltoljuk. Mármint az el van húzva. Rossz gomb. Igen. Én. Lett egy ilyenünk. Jaj, hát erre baleset történt, tönkrement. Hatalmas ugrás, add ide. És itt láttam egy lasztit. Azt oda bevezetjük szépen, és azt mondom, hogy van még egy fönt cumó, csak az a baj, a kamera miatt nem tudunk mocorogni. Átugrunk oda. Biztos, hogy van, hát különben nem lehetne ezt itt megmászni. Na, szaglást látunk. Oda föl nem ugrunk. Viszont ott egy macska fönt. Felső sarokban, majd azt mindjárt megmutatom. Így. Úgyhogy azt is mindjárt levadásszuk onnan. Nehogy azt higgye, hogy ővé a világ. Elvégre mi házi cicák vagyunk. Meg csak itt lazán héderel. Ahogy épp, ahogy felmásztunk. Hallod, és ő itt lakik, ő nem is, ő is házi cica. Hát sicu van onnan, te. Hát az az én pózom jegyben. Hűha, micsoda pompás szundikáló hely, vajon hamarosan szabad lesz? Elnézést? Alszik. Még csak 5 perc. Ez a még csak 5 perc macska. Az egyáltalán nem sok idő, hagyom is, hogy befejezze a fölkelést.
Már felállok, anya megherdez. Anya! Ha? Annyira sem azt hittem, hogy ébren vagy, csak meg akartam kérdezni, hogy mikor lesz szabad a szundikáló hely. Itt az ideje a vacsorán, nem vagyok benne biztos, ma sok halat ettem, így a sem órája nem túl pontos. Van pacak órád? Aha, pontos vacsorában üresnek érzem a pacakomat, és onnan tudom, hogy menjek és nyelv vagyok az emberemhez. Csak várom, hogy megszólaljon a csengő. Ez azt jelenti, hogy az ember ételtett a tányéromra. Szerinted ez hamarosan bekövetkezik. Ki tudja, nem működtettem a csengőt, mert nem működtettem a konzervnyitót. Tényleg csak akkor mondulsz el a szundikáló helyre, amikor meghal a csengő? Hallani a csengőt és létált a tányéron, engem egy madár csapott be, aki egyszer megcsipkedte a csengőt. 10 plusz lépés gyalog voltam aznap, ez felháborító volt. Sosem kapom vissza azt a szundikálási időt. De felébredhetően, ha megvan étel a tányér és megszáll a csengő, akkor felállsz? Igen, minden elméletileg, mind a gyakorlatban. Jó tudni, szereted azokat az ételket, amelyeket nem kell konzervnyitó? Feltételezhetően? Ó, a fenében már megint elszundikált. Szeretem a bagetteket. Azt hiszem embereknek is van. Nem, Mr. Elefánt, a bagelek még nem állnak készen. Mr. Elefánt, ez egy nagyon erős szundikáló hely lehet. Alig várom, hogy kipróbáljam. Napsugárra várva. Ez a cica nem mozdul a szundikáló helyéről vacsora időig. Keresnem kell neki egy bagát, mielőtt csengetek a vacsorához. Oké. Először is ott egy madár. Másodszor ott egy fészek. Harmadszor. Tudtam, hogy mellé ugrasz, baszod. Ilyen nagyon adta magát. És íposz. Jó, akkor is összeszedjük ezt. Most már. Macska szeret dimenziókat ugrani. Mi volt már az az ugrás? A környéken vannak macskák, ma ott van egy len, itt van fent egy. Úgy. Igen. Oda szeretnék ugrani, macska. Oda. Úgy, okos cica. El is meg lesz. Jó, másik galambfejűvel majd foglalkozunk, ugye fel kell jönnünk kajával ezek szerint. El is megvan, és ott szembe látok egy sityket. Nem mondod, hogy ide csak is simán körbe lehetett jönni, a madárra el van magával. Jó, akkor mondó vagyok, hogy foglalkozunk avval a becsapódós cica jelenettel, amit úgy hívnak, hogy foci. Nekifele, befele, abba az irányba. És bombagol! 3 megvan a 4-ből. Nice. Valahogy le kéne kukába, mi van. Na, egy csomó mindent találtunk. Dumpster diving. Vizsgálj meg 10 szemetes kukát, de jó pofa. És lett egy Rubik kockánk. A Rubik kockával mit kezdem? Na mindegy, vannak itt csillogók, összeszedjük. Érdekesen stoppol a macska.
Oké, okay. Látszólag nincs semmi, legalábbis nem csillom. Ez is megvan, csont. Föl lehet venni. Ott meg vannak kenek. Vannak kenek. Lerakjuk ide a csontot. Ezt a hármat elvisszük. Mondom, vedd föl. Itt van mellette egyből a kuka. Egy. Mert jelentem 19 van már megint. Az a szobor. Ott a szobor. Nem nyert. Szóval megvan a szobor, ami a Godzilláról szól. Na, kenerd le magadat. Hiába dorombolok, nem foglalkozik velem. De, add ide magadat. Cse? Szerintem nem ez kell neki, hanem a... a szemét. Ez csillogó. Ez szemét. Ez csillogó. Éppen farmoljuk itt a dolgokat kifele. Lopd el a halász halát. A horgász a folyóból vette ki a halat, és itt teljes tisztességes, ha én veszem ki a horgász botjából. Első körbe szemetet szedünk. Ugyebár egy az egy arányba váltjuk a dolgokat. Egy hal, egy szemét. Összeszedjük is sunyiba a csillogókat. Jó, elég közel vagy. Itt van egy ilyen nagy fejű. Add ide. Add ide. És akkor itt van szintén négy sityak. Na, rakzod a magyart. Öcsipó, szeretne kalapot venni? Add ide. Van is rá pénzünk, hogy négyet megvegyünk. Lett egy lazac nigiri kalap. Ettől még halasabbnak tűnök, hallod? A halász mellett vagyunk, hogy halat lopjunk, és halnak álcázzuk magunkat. 210 IQ. Igen, akarok kalapot venni. Ott a pipa meg is lett. Ginkó kalap. Kis sapka hihetetlenül sikkes. Igen, adjon. Daikaton kalap. Gyökér zöldség vagy aranyos zöldség vagyok? Hát egy gyökér macska zöldség vagy. Tessék! Na itt a negyedik. Kajaki kalap. Nem a halak, ezek gofrik. Egyszer hármat is megettem, hogy megbizonyosodjak róla. Most döntsd el, hogy ez hal vagy gofri. És akkor úgy se lesz semmi, mami. Hát egyébként teljesen kifogyott a kalapokból. Próbálja ki a többi egyikét. Jó. Kiskacsa, ja, azt hittem kotosít. Jó. Igen. Van egy pár. Ettől még halasabbnak tűnök. Ide dörgölődünk.
Semmi. Oda rakja a halat. Ne a vízbe, te nagyon hülye macska. Add ide! Vissza ne dobne. Paraszt vagy. Pont itt volt a hal, még nem zabáltam meg. Most tudjál meg. Jó, fogjál halat? Ez egy fogyatékkal élő. Isten, belerohantunk a vízbe. Na, oké. Kifogtad a nagy semmit, gratulálok. Ennyit tudsz a nagy semmit kifogni. Másik halnak álcázva magam. Most se semmi. Tehát akkor kell szólni neki, hogy nyávogás? Most is semmi, vagy mi van? Ötödjére fogod ki? Pesz. Egyből a vízbe. Sikkes kalapunk hova tűnt? Ott van. Szegény, hogy nézünk ki? Vagyok az ilyen random, hogy mikor fogja ki, mi? Ne oda, oda! Szabád meg, gyerünk, így! Oké, most már hármas szinten van a mászási tudásunk. Na most már foghatsz új halat, megengedem, úgyse fogsz többet szerintem. Az lenne szép innen kifarmolnunk, hogy 10 ilyet. De van már 4. Ja, hogy ez volt a halas rész, akkor itt tényleg nem lesz töm. Oké. Hogy a tekos vagy aludja? Éppen ebből ide jövünk. Ez ide jöhet. Szerintem vegyük vissza a kutya jelmeztetet. Így mi vagyunk a kis krumplik. Nem akarok veled beszélni. Azt ott elkapjuk. És ő lesz a 6. ilyen pacak. Na nézzünk el arra. Itt is van egy shiny. Ezt innen el kéne húznunk szerintem. Úgy, még. Úgy, ügyes cica. És tehát is megyünk. És akkor ha itt tovább megyünk. Miért jó, hogy ide bejöttük? Még egy kuka. Mitszer. Szépen összerángatjuk ezt is. És lettek itt is jó dolgok. Összeszedjük ezeket. És lett egy póni. Csillámpóni. Miért jó az a csillámpóni nekem? Itt is van egy kuka a kutya mellett. Igen, annak más a zéje.
bemászunk. Jó, és... Simit nem kapok. Szóval allergiás vagy ránk, jó van? Most valahol itt hagytuk el neki a csontot. Itt meg látok egy... Shine-it, Ezek szerint elekbe is bújhatnak dolgok. Az is itt fúj ederre. Aha, itt a csont. És akkor ezt... Ha belerakjuk egy ilyenbe, akkor mi lesz? Tessék, kutya. Add a kutyának egy csontot. Oda-oda torbózott, ti egyé meg. Igen. Igen. A kameleon ott lesz, ahol mondtuk. Hozza a csontot minden kutyának, és három ilyen kutya van. Nagyon örül magának. Erre pofára esik a csávó bennünk. Ne idegeskedj, hát azért karmollak, idegelsz itt. Már ránk dühös, miközben a hülye. Hát tanuljon meg járni. Mondom, és avval a lendületetteli feljártuk a cumó. Jó, ez is egy robot itt. Amúgy. Lehet, hogy itt lesz a lecsúszdáztunk, nagyon nicce. Lehet, hogy itt lesz valahol a kaméleon, de lehet, hogy a másik rozsdás robotnál. Hát a rozsdás, itt a rozsdás robot. Semmi értelme nem volt. És itt bekúszunk. Hoppá, találtunk egy bambuszerdő mögött egy lasztit. Amiben van egy kaktusz kalap. Ideális kalap, egy kis személyes térre van szüksége. Ó. Magyarul simán szétcsapkodnak. Nehogy ez szúr. Oké. Emögött bármi extra? Látszólag semmi. Bár van a szobornak hátulja. Amúgy fingom nincs most, hova kell a kiskacsát visszavinni. Viszont van itt is egy kuka. Hátha. Ezek szerint amelyikben már voltunk, annak nyitva marad a teteje. És nem mindegyik ad kincset, szóval... Úgy. Onda fel. Add ide. Oké. Ki tudjuk kerülni, odafel nem tudunk ugrani. Leugrattam, miért álltak le? Ja, ez ilyen kibekapcsolós. Remélem magától. Az is ott szembe. Úr elfújt. Aha, jó. Odaig jöhetünk. Úgy. És akkor még följebb kell bitlizkednünk, meg arra felé is van valami. Oké. Na? Oda fel, oda fel. Igen, hova fel? Ott van valami... fehér. Ott meg egy csillogós. Arra biztos, hogy nem tudunk felugrani, hát... az fogyatékos a macskánk. Hogy cica méretben ugráljon, az meg átjött a falon, okos.
kicsit visszább lopakodunk. Gyere csak vissza, megvárjuk most már ezt a hülyét. Gyere, ne kelljen sokat várni ezt a videón, hogy itt várunk. Két órája megy a felvétel, és szerintem egy óra játékidő sincs benne. Jó, ja, akkor az ide nem fog jönni, mert egy fogyatékos. Oké. Tovább jövünk. Így fel. És kacsa kitartóan adja magát. És akkor itt erre tovább tudunk blattyogni. Arra nem. És akkor erre tovább megyünk. Csat. Oda föl. Itt szerintem átsunnyulunk. Ha nagyon közel vannak azok a drótok. Oda átugrunk. Oda föl, ez mi érdekes ugrás volt. Oda föl. Oda föl, és hova megyünk föl amúgy? Na, feljutottunk a... valahova. Ó! Megint itt van el a hülye. Bogár. Nem mondod, hogy neked ide kell visszahozni cuccokat. Remélem, ide vissza tudunk ugrani. Befele pofozzuk. Ne ugráljál feleslegesen. Ahogy. Az a kis kacsa. Itt egy green screen. Ami szerintem nem annak van használva. Vagy lehet. Megnézzük, hogy mit tud ez a bogár most itt. Elrepül egy idő után magától. Menj el, bogár! Taffy, be kell engedned! Soha nem hagyhatom, hogy bárki is így lásson. Hasat végek a bundámban, táskák a szemem alatt egy teljesen nem aranyos bajusz helyezett. Ez nagyon katasztrófa a hegyétől a farkáig. Ha beengedsz, megpróbálhatok segíteni. Senki sem segített, csak bánat és szomorúság van a karrieremen keresztül. Ó, Taffy, ez nem igaz. Lol, ez egy lol volt a legnagyobb szükségem idejét? Ez csak egy ideges szokásról úgy értem, nem úr, nem lol. Nem bogár a mai nap a hivatalos, és végrehajtott. Lol. Nem mondd ezt, Taffy, tele van a naptárunk. Ilyen körülmények között nem tudok dolgozni, bogárka. De ez a Hatur Day és Cutter Day. Ha nem posztolunk egy képet egy kalapos macskáról, onnan fogja bárki is tudni, hogy még mindig influencer vagy. Csak keres egy másik kalapos macskát, és fotóld le helyette. Mondjuk, hogy elbűvel az utcai stílusuk, vagy valami ilyesmi. Őszintén mindenre gondolnom kell, bogárka. Taffy! 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 Ott hallok ilyen rövid időben egy kalapos macskát. Várj, te vagy az, Kitty? Ez az, milyen telefonos idő? Tökéletesen működik, ellentétben bizonyos bolyhos influencerekkel. Nem akartam, de hallottam egy kicsit a beszélgetés esetekből. Jó vagy? Az leszek, ha végig tudom csinálni a tendém listáját, már csak egy kalapos macskát kell találnom ez a képhez. Bingo! Kitty, te egy macska vagy! Abszolút az vagyok. És kalapot viselsz. Elég stílusos? Tökéletes. Taffy bármi kerkéig készletét használhatod. Ha találtál egyet, ami megtetszik, csak szólj nekem újra. Hózója bogárnak. Bogárnak szüksége van egy fényképre, egy kalapos macskáról. Keressek egy jó helyet, és szólok bogárnak, hogy készen állok. Ja, hát mi leszünk a kutyák?
Ne, elmenekült francba. Itt is van egy kis kacsa, de miért? Hogy ezt szerezzem. De hogy az csak odáig esik? Oké, azt mondta, hogy itt végig tudunk kommandolni. De. Végig tudunk kommandozni. La la la, menjél macska, menjél macska. Hoppá, mit találtunk? Itt is van egy új kalap. Ledobjunk. Ez kell. Na nézzük, mit találtunk. Napraforgó kalap. A kedvenc virágom. Mindketten szeretünk sütkérezni a napon. Mi lettünk a kicsi napraforgók. De jó nekem. Nem mondod, hogy visszafele meg nincs út. Ám odaig nem ugrik fel a macska. Kokócs, főleg ha a kamerával ki tudnak tekinteni, párkány. Igen. Ott is hollant egy golyó, hát akkor jump le. Ne! Hülye macska, mit csinálsz? Oda meg már nem hajlandó visszaugrani. Ó, hogy pusztuljál 6,5-be, akkor essél le! Te meg itt... Széttéplek! Ne telefonozzál, essél hasra, úgy! Reméljük betört a kijelző. Te meg ne egyél szendvicset! Azt nem mondta, hogy összeszered a földről. Nem, jó. Gyerünk, téged el kell kapni. És már megyünk is. Nincs egyszer. Na. Ez itt egy kajabár. Itt a kacsa másik. Nem mondod, hogy te itt nyomod a Street Fighter 2-t. Nézd! Mit nézzünk? Csak minden idők egyik legjobb játéka. Ha mondom Street Fighter-es, az egy kislány kacsa, aki úszik, ez meg egy gamer kacsa. És ott a Quack. A Duck Quack 2-vel nyomja. Elég idős vagy ahhoz, hogy ezt nézd? Apám szerint öreg a lelkem. Ha már az apáról beszélünk, megkérsz, hogy jöjjek érted a bemutatóra, és remélem ez egy copyrightod lenne a háttérben. Még azt mondja, persze. Ez könnyű volt. De szerintem nem ő játszik, csak demózi. Kell lenni egy csapdának. Megyek, amint a képernyő már nem mutat semmi. És itt is van. Mikor leszed? Fogalmam sincs, azt hiszem ez egy loop, így lehet, hogy soha nem ér véget. Értem. De ha a képernyő elsötétül, megígéred, hogy visszész az apukádhoz? Hogy csak becsületére legyen mondva. Szerintem megvan. Az ott egy régi N64. Kicsit más kontrollerrel, de igen. Az meg ott egy macifogó. Jó. Ne esd le. Persze leugrani azt le tudsz. Úgy. És akkor itt körbe kell szambáznunk, hogy kinyissuk azt a csapot.
Ott a kamerát le lehet verni. Ott egy kontroller amúgy. Nem hajlandó ugrani. Ja. Ahogy az lent van. Egy kinyitva. Hát elektromos tönkrement sajnos. Ha valahogy oda fel kéne még OC-skedni magunkat. Mondjuk így, hogy bebágolunk, de nem jött össze. Jó. Szia, a falak így kell csúszkálni? Egyáltalán nem. A pislogok lila alakzatokat látok. Szerintem egy kis időt a képernyőtől távol. Nagyon jó ötlet. Visszavétünk az apádhoz. Oké, oké, elmondhatom neked összes, hogy kombinációnak Mr. Beast-tól láttam. Gyerünk, battyogjunk. Akkor megkerüljük innen. Nekem így is jó. Na. Más csak nem látunk. Vagy ha látunk is, nem érünk vele semmit. Miért jó, hogy ezt a kontrollert itt el tudtam venni? Nem tudom. Én este majd kiderül, hogy mi értelme volt. Na. Akkor megvan a makka. Megvan a két kis kacsá. A surgyukon fél meg a másik. Meg vannak itt így de nagyot csapódott. Legalább ez örült. És másodjára ugyebár nem tud elcsapódni, mert itt az fater, ez az. Megvan. Na, hoztam neked kettőt. Mire bejöttünk, ezt összeszedtük. És szarnak a lapjukra. Hogy micsoda megkönnyebbülés, mondja. Várj, ez nem a teljes testvérpár. Ez az a fajta dolog, amit a társam hajlamos észrevenni. Szóval az asszony rájön, hogy ez csak kettő. Itt hagyjam őket, amíg folytatom a keresést? Nem, segítek, ha segítsek, szeretnék játszani, hogy kövessem a cicát. Addig maradhatsz Kitty velem, amíg megígéred, hogy szépen viselkedsz. Ígérem, én is. Kitty, akit a kis kacsalányok követnek, egy történetre emlékezhetem, amit gyerekkoromban hallottam. Elég epikus mese volt, tudod. Nem mondod, hogy az a lányok. Gamer kacsalány. Psst, Kitty, gyerünk, menjünk. Jó, hát akkor egybe össze kell szedni őket. Azt ott le lehet ugrani. A vízbe. Vajon? De az már repülne el. És kijöttünk vele. Meglett. Kicsit beakadt az animáció, de meglett. És ott a toll. Vedd föl. Ahogy. Jó, akkor kötelezően össze kell szedni a kacsákat. Ja, kettő ránk is van spavnolva. Van ott még egy hall. Illetve akkor már meg kéne találni a robotos fejütés, szóval itt volt egy a játékteremben. Ott szembe látunk valami. Fával a lendület, a telekutya fejjeltük a vasat. Jó, 38. Mi ez a Godzilla itt? A macskák nem tudnak olvasni, nem? Wow! Azzal mi van? Az nice. Ott van fenn valami. Na ragozd a magyart. Szia, úgy tűnik az embered áramlott. Minden rendben? Nem igazán tudod, a nővérem Ramona elrepült. A macskák mióta repülnek?
Komolyan hangzik. Valójában ez a rész elég normális, imád kint repülni, és mindig rengeteg történettel tér vissza a környékről. A mai nap különösen biztonságosnak tűnt, az utcán nincsenek autók, meg az embereknek meg kell javítani a szivárgó csöveket. Meg megmagyarázom, miért olyan tiszták az utak és olyan nedvesek. Fajé! De nem az undor a probléma, a Ramunda bejelentette, hogy harcba indul egy macskával, ez a probléma. Valójában múlt héten megnézte a Gekku vs. Főnök macska film maratont, és azóta is arról beszél, hogy macskával akar harcolni. Arra gondoltam, hogy játszik a játékban, ezért azt mondtam, hogy a főnök macska leszek, ha Gekku akar lenni, de nyilvánvalóan egy igazi macskát akar harcolni. Várj, te nem vagy igazi macska? Neki nem, én csak egy nagy testvér vagyok, aki hagyja nyerni, mikor Gekkut akar játszani. Azt mondta, igazi kihívásra van szüksége, egy igazi macskával. Én meg akartam keresni, de az emberünk észrevette az üres madárkalipkát, és nos... A nővérendnek és az emberendnek is szüksége van rám, hogy válasszak. Nem kell, úgyis felfedezem a környéket, és szemmel tartatom, Ramunt. Tényleg ez nagyon kedves lenne öntől. Nem zavar, csak mondd meg, hogy néz ki. Ismered azokat a kék madarakat, amik az utcán lát? Ő is ilyen, de élénk sárga, nagyon gyors és nagyon élénk. Mit tegyek, ha megtalálom? Jó kérdés, hadd gondolkozzam. Várj, ez az tökéletes terv. Az szép volt. Ramune nem ismert téged, ezért azt fogja hinni, hogy valódi macska vagy. Én egy igazi macska vagyok. És ha elkapod és hagyod elmenekülni, olyan lesz, mint a tényleg legyőzte volna a bosketet. Annyira boldog lesz. Ez tényleg jól hangzik, mert soha nem voltam főnöke semminek. Ramunuka remekül tudod képzelegni, jól fogod érelni magad. Szeret repülni az utcán, közvetlenül az üzlet előtt. Nagyszerű, semmidőben hazatérek Ramunt, úgy értem, a Gekku nem esik esélye a főnök macskáján. Mi van? Köszönöm, főnök macska. Boszkát vs. Ramune. Elromlott az embere. Ó. Nagy cica kisváros. Megfordult a játék címe, de a játék a kis cica nagyváros, ez meg a nagy cica kisváros lett. Oké. A épületeken kívül mondjuk tankok, hal is kaphat, jó, leboromboljuk az egészet. Kapja itt mindenki is. Erre se kell fel az ember, akkor így járt. Jó, engem az érdek, hogy oda hogy megyünk föl. Mert ott látok szép érdekes dolgokat. Meg csillogókat. Meg még több csillogóka. Egyszerűen a macska nem képes ugrani. Gekku, pöf, más király, pöf. A főnök macska, pöf. Főnök macska mindenkit levert, pöf. Hallod, és simán átmegy oda. Pöf. Ott egy olló. Tudj, körbe sétálunk. Szunyókálási hely, benne a Gekku szájába. Macska nepper. Ez hatalmas. El is felejtettem, hogy tudunk fotózni. Szépen oda föl, és le is fotózzuk. Hát ez nagyon jó. Az fej. Nagyon örül neki. Na, kelljünk föl. Meg lett egy unik szundi hely. Újpa! És egy csomó csillogó.
Jó. A főnid az ott megmakkanva van, ne foglalkozz ilyenekkel. És hogy látom, barna lett a gatyája is. Kicsi sárga. De hogy látom, az úton hazafelé is lesz egy csomó gyűjteni való. Nincs megadva, úgyhogy... Majd kiderül, hogy merre van. Arra semmi. És oda se tanultunk meg nagyobbat ugrani. Hallott te? Engedd el azt az üritőt? Jaj. Köszi. Elmenekült, de lehet, hogy ő kell nekünk, bár nem hiszem, mert sem a kék. Maradó volt, hogy kicsi és sárga. Jaj, te engem követsz? Nem, csak duzzogva elmegy. Jó, már megijedtem, hogy követ. Ha meg akar verni. Hát milyen viselkedés ez az, hogy a kicsi cicát bántaná? Igen, más. Erre mi van? Megáll egy idő után. Nem áll meg egy idő után. De megáll. Itt már jártunk. Nagyon félek, hogy a másik irányban van-e bármi. De nincs. Elrepültünk, nem kis lunga. Na, végre akkor lerakunk. Shiny járt érte. Odaföl úgy. Odaföl úgy. Ezeket begyűjtöttük. De jó, hogy nincs megszabva, hogy hol mászkáljunk. Itt is van egy shiny. Jó, ott is van shiny még a teherautón túl. Úgy. Oda át? Nagyon jó. Pef. Nem tört össze. Hát azzal mi van? Tolva lesz, hogy töröm össze? Hát miért bagod be, hogy nem tört össze? Hát ezt nem értem. Vagy lehet, hogy az embereknek kéne rálépnie? Mondjuk ide. És ide kakárt mellén. Megvagy. Ő meg lesz. Már repülne föl. Öff. Oké. Na, hova szállsz le, vidéki madár? Oda sajnuljad lefele magad. Nem nyert. Hova? Valahova közelbe szálljál le. Gyerünk, 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 gyerünk.
nem jött össze. Megint el a hülye mosó megvemia. Ó, ott egy lap, oda hely. Ő a shiny, és nem ő a shiny. Már észrevett. És már repül föl. Mi van, frissítették a játékot, amióta játszottunk, és ezek okosak lettek? Hogy el tudnak menekülni, vagy mi? Na mindegy, itt egy kuka. Be is vetjük magunkat, mintha tudnánk, mit csinálunk. Így találtunk egy banánt. Nem tudom, miért jó a banán. El se akarnak rajta csúszni. Na, de ott látunk egy hálót. Akkor hol van a... Igen, szálljál le. Megvagy. Ott van fölöttem, látjátok, egy automata. Úgyhogy azzal is mindjárt haverkodunk. Itt is van a demagóg dumagép. Na, nem akarsz eladni nekem? Na, azért. Igen, akarunk alapot venni, megveszünk mind a négyet, leszünk sünik, békák, egerek és nem tudom mik. Egérkalap, a vadászból vadászott lett, csak vicceltem, a szomszéd egér a legjobb barátom. De az a szomszéd egér valószínűleg egy házi egér, nem pedig egy másfajta egér. Süni egér, a sünök a természet hajkefé. Na hát. Én nem tudom, mert csillog a hajam. Tízbe kerül már! Nem vagy egy kicsit? Ijeszkedős. Fókasapka. Ugye abszolút megkapja azért jóváhagyásomat. Mikor így szépen megy fölfele az ár, mert eddig 5 volt, most már 10. Oké. Okay. Csak hát nagyon könnyű zöldnek lenni, ahogy mondja. Jó, többet nem beszélgetünk veled, mert kirabolsz. Jó, ide kell behozni a madártotot. Nem látom azt, hogy hova kéne felugrani. Ott a sárga madár. Oda szállt le. Itt. És most? Álljál vissza le oda. Okos madár. Most el ne menekülj. Te vagy a nagy pofájú, azt hallottam. Mellé ugrunk, de nem baj. Az a megdöbbent fej. Jaj, ne! Főnök Macsa, a hatalmas Genkut karmai börtönébe zártak. Ez a vége bátor hősünknek. Rá, én vagyok a Főnök Macsa, a szórakoztatás pusztítója. Főnök Macskát ezúttal nem fogja túljárni a Genku eszén, nincs kiút a számodra. Vá, ez annyira gonosz! Köszönöm, úgy értem, vá! Gekupal! Gekurúgy! Gekucsapás! Megint vesztettél, főnök macska, micsoda dicsőséges győzöm Gekunak! Várj, míg a bátyám meghallja ezt! Nice! Meg is lett a boszket. Csak hogy nicce legyen. Menjünk vissza.
Nem tudom, hogy hogy tudnánk kinyitni, azt sem tudom, miért nem történik össze. Mindegy, menjünk ide be. A gekko macska. Másik gomb. Én. A madár vergődik, de az akkor is ott van. Na, milyen fejet vágsz te? Érdekes. És te voltál a kis fottyos. Följebb jövünk. És te vagy a madár. Nice. Önök macska, a visszavágóra jöttél? Még mindig lábadozom a legutóbbi csatánkból. Vagy most nem vagyok szolgálatban. Ó, hello, vadig idegen, akivel még sosem találkoztam. Te vagy a híres főnök macska? Hát igen, egy másik vadidegen, én vagyok a főnök macska. Az voltam a legutóbbi teljesítmény értékelésem, utána lefokozta. A nővérem mesélt nekem az epikus csatádról, szomorú vagyok, hogy lemaradtam róla. Semmi baj, minél kevesebb tanul, annál jobb. Nos, vigazdéként hadd tanítsanak meg egy megnyugtató emótra. Muffinok készítése, gyúrni fogom, bármi is legyen az, tökéletesen. Én most vissza kell fordítanom a figyelmemet az emberemre, még rengeteget kell bújócskálni, még újra taprálok. Örülök, hogy találkoztunk mindkettőtökkel, sok szerencsét az emberrel. Viszlát, főnök macska. Engem ez csak elköszön, semmi. Akkor ő nem fog fölkelni, mi? Vagyis megvan az első hulla a játékba. Szerintem ő szívrohamot kapott és pofára esett. Oké, hát ha neki elég jó. Meg ugyebár a borzsa is ki van rakva, hogy megállító tábla van. Legalább azt kell tüntetni innen. Semmi. Hát akkor ő ott pusztul meg. Jó. És akkor kell nekünk majd onnan még kettő izé, meg itt rohangászott egy. Gyors utazási ajánlkozás. Ő itt. Ez a portál a patchworkön van, de szükségem van egy torra, hogy beinduljam. Van valami? Tessék! Na. És akkor most ott vagyunk. Onnan csak a metróhoz. Meg hozzá tudunk eljutni. Azaz a többi helyet fel kell fedezni. Nice. Oké, okay, igen, és így meg is jelent ott a cumedli, de itt nem. Jó, és mi meg menjünk abba az irányba. Már most, hogy már tudunk vászni, ezért több minden lehetőségünk kinyílt. Mit mond hozzánk ez a lusta dög? Tartsd lent, hogy hozzáférjed érzelmeidhez. Szóval alszik. Köszönöm, várj, csak úgy teszel, mintha aludnál. Ne kérdőjelezd meg a polgármestert. Le vagy nyávogva. Igen. Oké. Beindítjuk a portáltot ott. Na, a szemedés egy új portál. Igen. Oda nem tudunk menni. Igen, visszajöttünk oda, ahol már itt annan kezdtünk.
Be. Körbe akarok meg itt vizslat ezerszer. Ugyebár itt vannak jóságok. És... körben élünk itt. Igen, el tudlak kapni? Innen a szabból? A sárból? Kutya jelmezbe? És hogy milyen boldog, mikor megvan. Ja. Nyilván majd föl kell mennünk megint csak a tetőre. Ó, itt újra van leverni való. Miért? Ember. Oké. Okay. Megint van ott madár, nem tanulnak elek semmiből. Hogy? Miért összalak, dolgozzá? Úgyhogy jelmezbe ugyanúgy félünk a víztől. Viszont kutya jelmezbe ide el tudunk jönni. És itt van neki csonthely. Itt meg egy kuká, ahova beugrunk így zárás előtt. És lett egy csomó mindenünk, meg itt van egy újabb sapka. Mi vagyunk a Kornhúd. Vége a kukoricakutyáknak, ez a kukoricakölykök kora. Oké. Így is lehet. Kutyi-mutyi meg nézelődik csak. Jó. Mit tudunk feljebb menni? Azon átcsúsztunk. Nem a hivatalos válasz. Nagy ásítás. És hát szerintem szépen haladunk a gamaszkóba. Ó, mit látnak szemeim? Ott egy csont. Add ide azt a csontot. Jó. Így gyorsulunk vele. Jújjaj. Nem, nem, fottyos vagy. Hogyha azt hitted elkapsz. Ugorjál már, macska. Ne úgy viselkedj, mintha kutya lennél. Itt kigyorsulunk. Miért kutyatárs? Hoztam neked macskaként egy kutyajelmezben egy kaját. Na ezt a turbót figyeljétek. És elrágja a tálat, a követ, a minincsot, a csontot, a kötelét, a mindent. Na, de kettő megvan a háromból, szóval már csak egy fottyos kutyának kell adni ilyen. És szerintem ezt meg ki lehet dobni. Ezt meg gyorsan kidobáljuk. Az a víz nem a haverunk. És a lefejelés sem. Jó, ez a kuka nekünk nem kell. És nem tudunk oda felugrani. Mennyire krumpli kutya ezt te? Jó, hát végül is meg lehet mondva, hogy egy kis krumpli. De akkor is. Csá, bástya. Hogy adod a kilométer hiányt? Akkor sehogy. Bezzeg a madarakat, mert nem szóltok, hogy bemennek oda, mi? Csak a cicának van Cat Steve's megoldása. De ő egy artist cica. Úgyhogy minden faszom, minden zsír. Merre fele van egy automata?
Pontosan. Letét. Vedd fel. Én. Akkor ne vedd fel. Nem lehet berakni, kajálni. Az már megvolt. Mert itt nagyon örül. És ott is van valami. Úgyhogy másszál szépen föl. Azt, hogy nyissad kifele. Nem fogd meg és húzd el. Oldalra nem tudjuk húzni, csak egyenesen, szóval oldalirányban nem tud a biccentizmával biccenteni a biccegő. Ide meg hiába nyávogunk. Jó. És akkor amúgy mi nyitottunk ki ott? Hova lyukadunk így ki, ahova nem tudtunk bejönni? Szerintem ez már sejtem. A rövidítés. Pontosan itt a kocsihoz. Itt nem tudtunk bemenni. Übernicetze. Igen, engem ez zavar, hogy nem képes felugrani. Pedig van benne potenciál. Amilyen kicsi akkor átrepült. De hát megyünk még egy kört. De szóval tanulj meg felugrani, macska. Gyerünk, baszódj meg! Rá akartam ugrani. De olyan hülye irányítás van még mindig kontrolleren nekem, ugyebár ezekkel a nézelődésekkel, hogy nem sikerült. És itt szerencsétlenkedek ezzel, hogy mászkálok. Miközben... Simán elugrik más irányba, mint kéne. Na mindegy. És te itt vagy, hogy én cselkedj velem. Milyen rossz vagy? Gyerünk, 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 ne szállj el. Na. Mindegy, erre is fel tudunk nézni. Megtanultunk fölmászni. Hoppá! És kacsa, kapd el! Semmi. Csak... Ej, ide be tudunk menni. Ó, jaj. Azt fölvesszük. Hoppá, nem leesett. Véletlen baleset volt, szörnyű, szörnyű baleset. Ez egy mosoda, kérem szépen. Oké. Oké. Öcs. Semmi. Ez kell itt nekünk. Szunyók a hely. Macska nappár. De a map itt egyébként a lustálkodás akar lenni, szóval... Hallod? Most komolyan.
Akkor most téged onnan ki kell szedni. Igen. Hello, oda bent. Apád küldött, hogy elhozzalak a bemutatóra. De az én utam még nem ért véget, nem tudok kiszállni, amíg tart. Mennyi ideje van még hátra? Nem tudom, megtettem. Megetettem vele 400 shiny-t, amit időre elég ez nekem. Tábla szerint 60 óra, ez nem lehet igaz, ugye? Ott állt ennyi shiny. Az emberek berogják őket a tóba és kívánságokat teljesen. Gondolom, hogy kívántak, hogy legyen jó napom a gépben. De mi van az apáddal? Visszavihetsz apához, amint kinyílik az ajtó. Megígéred? Ígérem. Kell lenni egy módnak, hogy kinyissuk az ajtót a várakozás nélkül. Mi volt ez? Semmi, csak magamban beszélek. Találkozunk az út után. És nézelődik. Lol. Na, ott egy macska. Fogadok, hogy azon tudod, hogy kell megnyomni ezt a gombot, mi? Olvasol a gondolataimban. Elég egyszerű, csak a fejedet kell használni. And by, használd a fejedet alatt, úgy értem, hogy RB fejjel előre a gombnak. Rendben, akkor mi lesz? Aztán semmi, csak megütöd a gombot a fejeddel, és ennyi. Nem fog fájni? Te ennél erősebb anyagból vagy, Kitty. Egy ütés és kisütés a fejedre nem árthat ilyen kemény macskának, mint te. De amúgy... Nem lehet kamerázni, de... Oké. Biztos vagy benne? Persze, csak fejjel előre. Nem nyomja meg magát. Vagy te, aki most már másodszorra vagy. És meg is lett az argument hozzá, hogy papa kata. Oké. Okay. Hatalmas fotó. Kicsit rájött a kamera, hogy pályán kívül bugol. Az a sunyi fej, amit vágad a macska. Papa Kadzi. Jó magyarul, ott az a gomb és fejeljük teli. Pöf. Meg is lett. De ez jó, három, jó. Láttál engem odabenn? Mindenhol bugdácsoltam. Én voltam nem szédült most egy kicsit. Nem, de nagyon meleg és bolyhos vagyok, biztos ilyen lehet törölközőnek lenni. Minden esetre elég várom, hogy elmutassam apunak az egészet a halálos szárító gépről. Akkor megkeressük? Aha, menjünk. Pef. Pef. És követ a fejével, látod? Az négy cece. Na, de most már legalább tudjuk, hogy ki tudunk fejelni gombokat. Igen, mondjuk ha oda hajlandó lenne megugrani, akkor ne ugord meg, akkor ugord meg innen. Akkor innen se, akkor ugord meg a cica a világból. Ahogy. Néha furán működik a világ. Viszont akkor a gombok a haverjaink a falonkon, ha látunk ilyet, már meg tudjuk fejelni. De amúgy meg följebb tudunk menni, nem? Szép mászás. Oldalra nagyon lassan mászik. Tüt, és a kamera nem zoomolna be, akkor látnánk, de szerintem nem lehet följel menni, csak csalóka. Vagy ott kell azon a lindán. Ahogy. Arra. Csak azért, mert ott napfényt látok. Kérem szépen. Ott. A napfény a szúnyamunya hely. Ahogy.
Néha érdekesen mutatja, hogy hova lehet ugrani, meg hova nem. Ja nem, az ott már egy szunyókálom macska, de ácsi. Előbb ott voltál bent nálam, most mit keresel itt kén? Na mindegy, ne is foglalkozz velem. Első pofára? Nem, akkor te első pofára a telefonoddal együtt. Ahogy. Multikill. Jó, vajon a kocsira hogy tudunk fölmenni? Mondjuk úgy, hogy nem vágunk teli vizet. Oda, mintha valahogy be lehetne kommandolni. Igen. Jó, hogy nem kerül életbe, az becsapódunk. De úgy látom, hogy semmi. Hozni. Na mindegy. Ja, valószínűleg adott érmét, csak már nem ad. Oké, itt volt az első focis balhénk, viszont... Húszálát? És ott szemben nem tudunk bemenni? Blokkolva van, azt mondja. Katasztrofális dolog. Itt a kutya. Ott egy felvehető csomó. Te már meg vagy? Jelentem, te még nem vagy meg. Te nem vagy meg még. És jó, mert ott lesz egy kis kacsa. Jó, téged is aktiválunk egyért. Egy tollat adunk ért, hogy beindítsuk a teleportot, és nem lehet használni. Menjünk oda az árásra. Na. Van három kis kacsánk. Téged el tudunk megkapni így a végére? El. Ő már nem tud elszállni. Csat. Igen, a másik az elszállt. Visszaszáll oda? Van olyan hülye? Nem, nem tudom. Minden esetre nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy itt voltatok. Remélem tetszett. Igen, ne felejtsetek el lájkolni. És találkozunk legközelebb. Addig is. Sziasztok!